4 éves korban kezdtem el hegedülni. A szüleim hittek abban, hogy fontos a zenetanulás, a fejlődésért, és ezért adtak a nővéremnek egy zongorát, öcsémnek egy csellót, és nekem meg egy hegedűt. Ez a hangszer lett az a csatornám, amin keresztül legőszintébben tudom magamat kifejezni. Szerintem sosem volt olyan pillanat, amikor eldöntöttem, hogy zenész leszek, mivel annyira fiatalon kezdtem el hegedülni. Nem volt olyan időszak, amikor nem hegedültem, és ezért nem volt olyan pillanat, amikor megkérdőjeleztem, hogy ezt akarom-e csinálni, vagy mást. Ácsné Szili Évával kezdtem el a tanulást. Miatta szerettem meg igazán a zenét. Azután Perényi Eszterrel tanultam a Zeneakadémián, majd Baráti Kristófhoz jártam. Ők hárman nagyon fontosak voltak számomra. Ezután meg a következő 8 évet Amerikában töltöttem, a Juilliard School-ban, ahol megkaptam a bachelor's-emet és a mester diplomámat. Most kivételesen kamara együttesekben játszok, vagy szólistaként játszok a színpadon. Egyre többet próbálok szólistaként játszani, mert nagyon szeretem az utazást, és nagyon szeretek új emberekkel találkozni, megismerni őket, és játszani velük. Ezért szeretek szólista lenni. Egy meghatározó élményem az az volt, amikor Mexikó városában voltam, és ott a filharmonikusokkal játszottam Sibelius hegedű versenyt. Ezt a darabot 10 éves koromtól játszom, egy gigantikus repertoár, és nagyon izgultam, viszont ez annyira fontos és meghatározó élmény volt nekem, mert ott tudtam, hogy ezért vagyok zenész, és ezért csinálom. Szerintem minden fiatal zenésznek nehéz elkezdeni a karrierjét. Ez a díj nagyon segít abban, hogy motiváljon. Hálás vagyok és büszke vagyok, hogy bennem annyira bíztak, és a zenei tehetségemben, hogy a junior prima díjat nekem adják.